Elindultam szép hazámból. Magyarok a nagyvilágban. A teremtés megformázója Amerigo tot. 1909-ben Tóth Imre néven anyakönyvezték Fehérvár csurgón. 60 esztendővel később, már mint világhírű művész ajándékozhatta meg faluját, Madonna a gyermekkel című szobrával. Ennél szívhez szólóbban alig ha fejezhette volna ki a szeretetét a távoli otthon iránt. Szülei földművesek voltak, anyai ágon itáliai kőműves ősökkel. A családja a nagy háború után Budapestre költözött. Így az ifjú már a fővárosban érettségizett, majd kezdte meg művészeti tanulmányait kassák köréhez tartozott, így 1930-ban sikeresen pályázott a Bauhaus iskola ösztöndíjára. Gyalog ment Németországba. Onnan néhány év után Olaszország felé vette az irányt. Szerbantal így írt erről. A szobrász gyalog jött Dresdából Rómába. A Via Flaminian jött be, ott vonultak be észak felől a győzelmes idegenek. Azután ideért fel az első este a Gianni Corora. Megvárta, míg a parkból mindenkit kikergetnek, és bezárják a kaput. Akkor átmászott a falon, és ott aludt egy bokorban, Róma fölött, lábánál a város. Hajnalban felkelt, levetkőzött, és megfürdött az Aqua Paula medencéjében. Így vonul be Rómába egy hódító. Ezután született meg egyéni stílusa, amit a magyar kultúra, a Bauhaus és a Reneszánsz formált tökéletessé. Ezt ő maga Tóth szobornak nevezte. Készített hatalmas köztéri alkotásokat, mint a Golduni család síremléke Bolonyában, a Római Termini Pályaudvar kültere, vagy a világ legnagyobb domborműve, a Gödöllői Egyetem mag apotheózisa, de számtalan grafika, szobor és kispasztika is kikerült a műterméből. Amerigo Tot 1978-ban Pécs városának adományozta 13 művét. Halála után 1984-ben a gyűjtemény újabb 12 alkotással gyarapodott, és ekkor alakult meg az Amerigo Tot múzeum Pécset. A magát Baloldalinak valló szobrász legendás barátságban volt hatodik pál pápával. Amerigotót farkasréti temetőben álló síremlékét Melokkó Miklós faragta meg. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.